Engem az segített eddig is, hogy kis szeletekben teszem meg a következő lépéseimet. Elég csak akkor belegondolnom, hogy ott vagyok az olimpián, amikor már lement a verseny, mert semmilyen plusz drukkat nem szeretnék magamra helyezni, hanem legfőképpen élvezni az egész utat odáig. Az biztos, hogy nálam a mentális része nagyon nagy szerepet játszik, és az, hogy fejben dől-e el vagy sem, nem hiszem, hogy csak fejben dől el. Én úgy tapasztalom, hogy legtöbbször már inkább szívben dől el, mert a fejem az néha egy ilyen objektív részem, és a szívem segít át néha olyan dolgokban, ami lehet, hogy a fejem nem feltétlenül tudna. Van egy motivációs beszéd, amit Szabó Pétertől hallgatok, és reggelente vagy még előző nap este lefekszek az ágyamba, becsukom a szememet, és elképzelem videóhallgatása közben a következő napomat. Az első pillanattól kezdve, mikor felkelek, az a kedvenc mondatom, ami a videóban elhangzik, hogy minden dolog, ami velem történik, az én kezemben van, és az én irányításomban van is. És amit teszek, azt az én akaratomból és elképzelésemből teszem.